Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Rendkívül alacsony a tolnai holtágak vízszintje a csapadék hiány miatt. Van olyan holtágrész, ahol át lehet gyalogolni a másik oldalra száraz lábbal. A szakemberek keresik a megoldást a vízpótlására és bíznak a csapadékos időjárás megérkezésében. A Tolnai Horgász Egyesület ökológiai katasztrófától tart, szerintük veszélyben van a halak természetes ívóhelye is. Rendkívül alacsony a vízállása a tolnai holtágokon. Ezek vízpótlása jelenleg a faddi holtágból az északi holtágba, a déli irányból a Sióból a déli holtágba történhet. A faddi ág azonban most szintén hasonló vízhiánnyal küzd, mint a tolnai. A Sióból pedig csak megfelelően magas vízállás mellett érkezhet víz a déli ágba. Egy 200 évvel ezelőtt még hajóztak, tehát ez egy nagyon... Itt folyt a Duna, és nyilván szerencsés az, hogy nincs itt már az élő Duna, hiszen az első az mégiscsak az itt élőknek a védelme, és nagyon fontos az, hogy az árvérek már nem sújtják a települést. Viszont ez talán a klímaváltozás, én nem értek annyira hozzá, borzasztóan egy szárazságot okozott, és egész egyszerűen nem érkezik annyi víz a holtágba, se az eső formájába, se akár a Sióról, a déli holtág, se az északi holtág, a faddi holtágból nem tud annyi utánpótlást kapni, hogy megfelelő legyen a vízmennyiség. A vízszint az nem feltétlenül alacsony, hanem leginkább az a probléma, hogy a vízoszlop magassága alacsony. Tehát annyira el van iszaposodva már a meder, hogy nagyon kevés a víz a holtágba. Van olyan része a területnek, ez egy több mint 200 hektáros terület, ami a város tulajdonában van. Van olyan, ahol majdnem száraz lábbal át lehet kelni az egyik partról a másikra, és ez óriási probléma. A szakemberek évek óta tapasztalják a problémát. Ilyen mértékű és ilyen tartós vízhiányra azonban sem ők, sem a helyiek nem emlékeznek. A vízállások tényleg egy aszályos időszaknak megfelelően kicsit alacsonyabbak, mint a sok évi átlag. Ténylegesen az elmúlt évhez képest is, mint egy majdnem 50 cm-rel alacsonyabb az északi holtág vízszintje. A déli holtág az ennél kevesebb vízszint hiányt mutat. Viszont azt mondhatni, hogy az elmúlt évben is 4-5 alkalommal tudott az igazgatóságunk is a vízpótlás koordinációjával segíteni a holtágak vízpótlásával. Igaz, hogy ennek az időszaka az kedvezőbb bemutatkozott. Azt mondhatni, hogy júniusban, júliusban, illetve szeptember-október hónapokban volt tavaly évben vízpótlás. Most is várunk egy olyan kisebb dunai árhullámot, illetve olyan csapadékokat, esetleg a Siónak a vízgyűjtő területén, amik lehetővé teszik a Sió árvízkapunál egy víz visszaduzzasztást, és itt a holtágaknak egy vízpótlását a déli holtág és az északi holtág tekintetében. Sajnos az elmúlt évtizedek során megmutatkozott az, hogy a holtágaknak egy ilyen vízpótlása sokszor kevésnek mutatkozhat, főleg tényleg ilyen aszályos időszakban. Tolna megyében 2018 óta aszályos időt lehetett tapasztalni. Jelentős árhullámok nem mutatkoztak, és a vízpótlás sem volt hatékony, mivel a beadott vizek a környező területek felé szivárogtak el, tette hozzá Beke Zsolt. A következő hetekben, hónapokban, amikor adódik egy csapadékos időszak, egy víz utánpótlódás, egy kisebb dunai árhullám netán, ugye itt a Zöldár még vissza van itt május-június környékén. Igaz, hogy a Duna vízgyűjtő területén a sok évi átlaghoz képest egy ilyen 60-70%-os hóba mért víz mennyiség található, de annak is esetleg egy hirtelen elolvadásával, akkor megmutatkozó csapadékokkal a Dunán is akár kialakulhat rendkívüli árhullám is, ami biztos, hogy lehetővé tenné akár itt a vízpotlásokat mindegyik holtág tekintetében. Több száz horgászt, vízisportot űzőt is érzékenyen érint az alacsony vízállás, miként a gazdálkodókat is. Németh István, a Tolnai Horgász Egyesület elnöke aggodalmának adott hangot. Szerinte, ha nem lépnek a döntéshozók, súlyos ökológiai következménye is lehet ennek. Továbbá, ha így indul be az öntözési szezon, szerinte még nagyobb baj lehet.
Én úgy gondolom, hogy azokat a küszöbszámokat, amik most jelen pillanatban vannak, itt gondolok arra, hogy a téli vízállás minimum maximuma, azt újra kell gondolni, mert nem vagyok mezőgazdász, de én úgy gondolom, hogy egy esetleges belvíz veszélye az kevesebb kockázattal jár, mint hogyha nyáron nem tudunk öntözni. Tehát ebben a vonatkozásban én úgy gondolom, hogy a felhasználás mind a mezőgazdasági, mind az ökológiai, mind pedig a harmadlagos, nedleges felhasználás, gondolok itt a kettelési célú felhasználásra, az evezés, horgászat, a cél az egy, tehát mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy ezek a felek megegyezhetnek abban, hogy a lehető legmagasabb vízállásnak a tartása kell, hogy legyen a cél. Az egyesület rengeteg halat telepített a holtákba tavaly és idén is. Németh István azt mondja, az alacsony vízállás miatt a természetes ívóhelyek is veszélyben vannak. Minden hal hasonló veszélyben van. Abban a vonatkozásban, mivel ahogy melegszik az idő, a melegebb víz sokkal kevesebb oldott oxigént képes eltárolni, és hogy melegszik a víz, a melegedő vízzel megjelenik a hinár is, amivel még különösebben baj nem lenne, azonban amikor ez a hinár elhal és beruhad, az szintén oxigént von el a vízből, tehát egyfajta kettős negatív hatás érvényesül, tehát kevesebb a víz és melegszik is, tehát ez jóval kevesebb oldott oxigént eredményez, és még a ruhadás is oxigént von el, ettől félünk, megmondom őszintén, ez lenne a cél, hogy ezt elkerüljük. A vízügyi igazgatóság szerint lesz lehetőség a vízpótlásra. Nem gondolom, hogy olyan helyzet előállhat itt a holtág esetében, hogy valami ökológiai katasztrófa beállna, mivel egyrészt ugye itt említésre került az öntözés célú vízkivétel, hogy az nagyobb mennyiségű vizek kivételével vízszintcsökkenést hozhat, de ezeknek a öntözés célú vízkivételeknek is legtöbbsége úgy van kialakítva, hogy a holtág minimum vízszintje alá már nem is nagyon tud szívni, azaz nem tudnak alá szivattyúzni. És hát én úgy gondolom, hogy azért biztos fog jönni olyan vízpótlási lehetőség, még most a tavaszi időszakban, amivel ha nem is a maximális üzemvízszinteket, de akármilyen katasztrófát elkerülve be lehet állítani egy megfelelő üzemvízszintet a holtágakon. Sokan regisztrálnak, és a kismamák körében is megnőtt az érdeklődés a koronavírus elleni oltás iránt Tolnán, mondja dr. Barna Györgyi, vezetőházi orvos. A doktor szerint a fiataloknak kellene tudatosabbá válnia, hiszen a mutálódott vírus már az ő korosztályukra is veszélyes. Tolnán is elkezdődött a 65 év alattiak oltása. Dr. Barna Györgyi vezetőházi orvos szerint a városban nagy az oltási hajlandóság, sokan regisztrálnak. A házi orvosok jelenleg Sinopharm és AstraZeneca készítménnyel vakcinálnak. Jól mennek a dolgok Tolnán. Az oltás valóban a 65 év felettieket már sikerült beoltani. Most a 60 év, körülbelül itt a 60 év a határ, ahol mehetünk vissza, tehát mehetünk a fiatalabb korosztály felé. Itt a házi orvosok a tekintélyes adminisztráció mellett, meg tényleg a rendelés idejük mellett nagyon jól haladnak az oltással. Lehetne több oltóanyag, és akkor még jobban lehetne haladni. Többféle oltóanyaggal, ugye az oltópontokon is megy az oltás, meg itt a háziorvosi körzetekben is, a Pfizer oltóanyaggal részben, főleg az az oltópontokban van, illetve a fekvőbetegeket oltják ezzel, az idős fekvőket, és akkor az AstraZeneca-val is történt oltás, a kínai oltóanyaggal és a Sputnikkal is. Tehát ami forgalomban van, azzal mindegyikkel. Abszolút hiszek minden védőoltásba. Tehát akkor, amikor mi gyerekgyógyászok 2 hónapos kortól kezdve oltjuk a gyerekeket, és nincs ezzel kapcsolatban semmi kétely, hogy ez jó, akkor egy ilyen világjárvány kellős közepén én úgy gondolom, hogy nagyon is meg kell ragadnunk azt a lehetőséget, ami védhet ellene. Azért nagyon fontos a védőoltás, mert ezt már több helyen hangsúlyozták, hogy ezt a járványt, ezt sajnos egyéb eszközökkel nem lehet visszaszorítani, csak ezekkel a védőoltásokkal. És már olyan sok védőoltást beadtak a világon, hogy bebizonyosodhatott az, hogy az úgynevezett mellékhatásai vagy szövődményei annyira elhanyagolhatóak az oltásoknak, hogy az előny kockázat szempontjából az előny az nagyon magasan vezet. Tehát igaz, hogy a mutáns vírusok, ugye ezek a vírusvariánsok megjelenésével hát a tünetek, a betegek száma elsősorban, a betegek száma az nő,
a tünetek rosszabbak, a fiatalabb korosztály támadja, tehát amiről minden nap hallunk. De ha be van oltva valaki, akkor legalább annyi biztonsága van, még a mutánssal szemben is, hogy a tünetei enyhébbek. Elkerüli a kórházat, a lélegeztetőgépet. A doktornő arra szeretné felhívni a figyelmet, attól, hogy valaki megkapta a koronavírus elleni oltást, fontos, hogy továbbra is tartsa be az óvintézkedéseket, vagyis tartson másfél méteres távolságot, fertőtlenítsen és viseljen maszkot. Főleg a fiatalabb korosztály az, aki elutasítja az oltást, mert egy ilyen, hát én úgy érzem, hogy egy ilyen hamis magabiztosság van bennük, hogy nem lehetnek betegek, de hát sajnos az utóbbi adatok azért ezt megcáfolják, hogy nem egészen így van. És az alapbetegségek, többnyire arról hallottunk idáig, hogy idős, krónikus beteg halálozott el, de hát ez már korán sincs így. És ezek a mutáns variánsok sajnos szaporodnak, és feltehetőleg, hogyha majd megtörténik ugye az a nyitás, akkor még inkább szaporodni fognak, és akkor ha nincs meg ez a bizonyos nyájimmunitás, ugye az 50-60% védettség egy populációba, akkor azért az egy újabb hullámot tud elindítani. Nagyon jó dolog, és ugye a napok eseménye az, hogy a kismamákat, a terheseket, meg a szoptatós anyákat is lehet oltani, és nagy is az érdeklődés, úgy tudom, hiszen ugye hallottunk halálesetről, és a gyerekek oltásával kapcsolatban az én magánvéleményem az, hogy hamarosan el fog jönni az az idő, amikor a gyerekeket is be lehet majd oltani a COVID ellen, mert abszolút nem elhanyagolható azon gyerekek száma, akik hordozók, illetve betegek, csak enyhébb tünetekkel. Most rövid reklám következik, majd egy szekszárdi hölgyet mutatunk be önöknek, akit megragadott Bezerédi Pál és a selyemgyártás története és a szellemi hagyaték őrzésére alapítványt hozott létre. Mindjárt jövünk vissza, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Irodát, illetve ipari felhasználású ingatlant keres? Tolnán 3 darab 700 négyzetméteres fűthető csarnok kiadó. Lehetséges ipari vagy egyéb hasznosítás. Az ingatlanhoz iroda tartozik és 12 szobás szállás is kialakítható. A tervek készen állnak. Nem elég? Tolnán a volt laktanya területén 8000 négyzetméteres telken szerkezetkész 3-szintes társasház eladó. Szintenként 38-40 lakás, 500 négyzetméteres szúterén. Az erőmű közelsége miatt remek otthonteremtési vagy befektetési lehetőség. Még többet szeretne tudni? Keressen bizalommal a 0630 530 22 90-es telefonszámon. Halasi Ivett eddigi élete során nem találkozott Bezerédi Pál munkásságával, és így ismeretlen volt számára a tolnai selyemgyártás története is. A karanténhelyzet azonban megváltoztatta az életét, és új ismeretei tettekre sarkalták. Van az a helyzet, amikor a bezártság új ötleteket szül. Ez történt Halasi Ivett esetében is, akit a Covid-járvány vitt új utakra. Úgy éreztem, hogy keresnem kell egy olyan témát, amivel otthon kertelésből foglalkozhatom. Így találtam meg Bezerédi Pál alakját,
Először csak megfogott, és elkezdtem olvasni az ő családjáról, a múltjáról, és egyre inkább beleszerettem ebbe a témába, és amikor ki lehetett szabadulni újra nyáron, akkor léptem ebbe tovább, és kerestem fel Steinbach Ferenc Gyuszi bácsit, akivel többször találkoztam, és nagyon hosszasan beszélgettünk be az Eredi Pál alakjáról, és sokszor látogatást tettem a Selyem gyárban. És ahogy mesélt Gyuszi bácsi Bezerédiről, a Selyem gyártásról, elmutogatta, elmondta részletesen, hogy hogyan folyt a termelés, mi ez a, egészen mesélt a diadalmenetről, ami az 1900-as évek első felében lévő Selyem gyártás diadalma volt Magyarországon. Átragadt rám Gyuszi bácsi lendülete, elhivatottsága, energiája e témával kapcsolatban. A folyamat odáig jutott, hogy alapítvány jött létre azoknak az értékeknek a megőrzésére és továbbadására, melyet a Selyem gyár és a Selyem gyártás jelentett és jelent ma is. Eredetileg a célkitűzés az volt, hogy a meglévő fizikális hagyatékot gondozva, feldolgozva, felfrissítve, átgondolva megpróbáljak egy új stílusú bemutató termet létrehozni. De ez egy törpésként megfeneklett ez a dolog, ezért újra gondolva, újra kellett gondolnom ezt az alapítványt, és most bejegyzés előtt állunk, a cél az, hogy a művészetek erejével szeretném egy kicsit más formában, modernebb formában, hozzáadott plusz értékekkel emléket állítani ennek az életműnek. Be szeretném vonni az irodalmat, a képzőművészeteket, a Selyem festészetet. Tehát a művészetek segítségével szeretnék egy új arculatot ennek az egész, tehát az eszmei hagyatéknak. Úgy gondolom, hogy méltánytalanul kevés szó esik Bezerédről, a Selyem gyártásról. Én legalábbis nem találkoztam, sem gyerekként, sem fiatalabb felnőttként nem találkoztam ezzel a témával. És azt gondoltam, hogyha ezt egy kicsit felkarolva, új arculatot adva jobban részese lehetne az életünknek, az tele mindenkinek előnyire válhat. Szeretnék együttműködni azokkal a művészeti, kulturális intézményekkel, akik ezzel foglalkoznak, hogy minél tágabb alapra tudjam alapozni a munkát. Tehát most az első körben együttműködéseket, kapcsolatokat szeretnék ahhoz építeni, hogy minél szélesebb körben tudjam ismertetni az alapítvány céljait. Hogy mik lesznek majd a Bezerédi Pál és a Selyem gyártás hagyatékát és eszmeiségét bemutató lehetőségek, ma még nem tisztázott. Az alapítvány kurátora egy olyan kiállító teremben gondolkodik, ahol méltóképpen bemutathatók ezek, és ahol foglalkozások keretében ismerhetik meg a látogatók a Selyem gyártás és festés rejtelmeit, miközben felidéződik Bezerédi Pál alakja és a tolnai Selyem gyártás hőskora. Húsvét közelettével az ünneppel kapcsolatos gondolatait osztotta meg velünk Ravasz Csaba, tolnai katolikus plébános. Bár a pandémia miatt idén több változás is lesz, például elmarad a vasárnapi körmenet. Az atya szerint nem a ceremóniák volumene a fontos, hanem hogy megéljük, átérezzük az ünnep lényegét. A húsvéti időszakban rengeteg hívő ember megy szentmisére minden évben. A tolnai római katolikus templomban idén is mindhárom szentnapra terveztek programokat. Húsvét a legrégibb ünnepünk, úgyhogy 2000 év óta ünnepli az egyház. Előbb ünnepeltük a húsvétot, mint a karácsonyt. Történelmi kialakulásunkban. És nyilván húsvétban Jézus szenvedésének, kereszthalálának és föltámadásának legnagyobb, legszentebb ünnepét tartja a kereszténység. Idén, ahogy tavaly is, azért vannak korlátok, vannak változtatások, vannak dolgok, amik elmaradnak, van, ami másképp történik a liturgiában, akár a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombati eseményekre gondolunk, vagy éppen húsvét vasárnapra
tettük át most már évek óta húsvéti körmenetünket, ez idén szintén elmarad. A plébános elmondta, voltak már olyan időszakok, amikor a keresztények nehéz helyzetben voltak az ünnep megtartásával kapcsolatban, így a pandémiás helyzet nem indokolhatja a húsvéti programok eltörlését. Egyházamban viszont szintén bölcs, hogy a lényegre odafigyeljen. Szerintem pandémia ide, pandémia oda lényeget meg tudjuk ünnepelni. Csak mondok példákat, annak idején az ősegyház, ős keresztények idejében nem voltak templomaink. Házaknál gyűltek össze az első keresztények, akkor is megünnepelték a húsvétot. Kommunizmus ideje alatt, amikor gulágra vitték el a papokat, börtönökben voltak az 50-es, 60-as években papjaink jó része, börtönkörülmények között is tartottak miséket. Nyilván abban a formában, nem más formában, mint hagyományos módon, de hogy most csak egy példát említek ebből, hogy mazsolás kalácsot beküldtek, és a mazsolát nem beleszórva, hanem egybe rakva a közepébe sütötték meg a kalácsot, úgymond. És a mazsolat kifacsarásából bizonyos cseppnyi lét kaptak, és nem volt kelyhük, meg ilyesmi, de hogy a tenyerükben ezzel miséztek a börtönzött papjaink is. A nagy hét menetét mindhárom napra előre eltervezték. Nagy csütörtökön lépünk be a Szent Három Napba, így mondjuk mi a húsvétot, katolikus keresztények. Nagy csütörtök az az utolsó vacsorának a történése. Nagy pénteken van az a napunk, amikor nincs az egyháznak szentmiséje. Délutánban 3 órakor Jézus halálának időpontjában keresztutat fogunk majd mondani, végezni. Jó idő esetén kint a Kálvária dombunkon, aztán, ha éppen esik az eső, akkor beszorulunk ide a templomba, és az estében aztán van az úgynevezett csonka misénk, ami passiónak az elhangozását is jelenti liturgiánkban. És ilyenkor az egyház 9 könyörgésben a világért imádkozik. Érdekes módon a pap ilyenkor az első felében énekel, csendet tart, és utána egy rövid könyörgő imát még elmond. Például imádkozunk ebben a népek vezetőiért, imádkozunk a zsidókért, a nem hívőkért, a Krisztusban nem hívőkért, a betegekért, és tavaly is meg idén, ennél a könyörgés sorozatnál előjön megint csak a pandémia helyzet, tehát plusz egy könyörgést, lesz egy 10. könyörgés, amit külön imádkozunk, nyilván betegekért, haldoklókért, és kérve Istent, hogy ez a járvány megszűnjön, eltűnjön. Nagy szombaton szintén csendességünk van, és aztán mi így terveztük, hogy 6 órakor tartjuk a szent liturgiát. Tűzszentelés elmarad, bár meggyújtjuk majd azt a húsvéti gyertyát, ami föltámad Krisztus jelképezi. Csak zárójelben mondom, hogy meggyújtott gyertya az mindig az életet jelképezi. A dicsőség is felhangzik, mert hogy nagy csütörtök estéjétől nagy szombat estéjéig nincsenek harangok, nincsenek csengők, orgona sem. Keresztény világ egy csendességben van Jézus halálának elfogatásától kezdve halálán keresztül.
egészen feltámadásáig. Aztán ebben a nagy szombati estében most elmarad a vízszentelésünk is. Keresztségi ígéreteinket viszont megújítjuk. Arra is ügyeltek a templomi programoknál, hogy a vírushelyzet miatti kijárási korlátozást betartsák. Mind a három szent napon itt az estékben, tehát úgy igyekeztünk a kezdő időpontokat kijelölni, 5 órákat, illetve nagyszombaton a 6 órát, hogy meg tudjuk tenni a liturgiát, de 8 órára mindenki, akár vidékről is, filiákból jönnek, nyugodtan haza tudnak érni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!